Az egyik legfontosabb dolog, mielőtt a sára falba kerül, hogy erőteljesen földhöz legyen csapva, ezáltal a levegő kimegy belőle, összealapul és nem a falba kezd el rogyni. Most már megtapasztalom, hogy mikor, hogy csinálom a valójában. Azt mondta az épít a tervező, meg kell látni. Benne leszünk egy pár napig, mindig marad az ember. Felrakás után azért szoktuk megkaparni egy kicsit 45 fokba a falat, hogy a szalmák végén megünduljon a víz, és nagyon szépen elkezd kicsöpögni. Ezáltal a fal nem fog megcsúszni, és sokkal előbb ki fog száradni.